Ahogy megszületünk, Attól a naptól kezdve az idő forgatja életünk kerekét. Hol lassabbnak, hol gyorsabbnak érezzük az idő múlását, de a legfontosabb talán, hogy életünk minden egyes állomását a lehető legpozitívabban éljük meg. Mint tudjuk, különböző életciklusokon megyünk keresztül, melyek közül az egyik legmeghatározóbb a változókor, másik nevén a klimax, melynek időszaka nem csak testi tüneteket produkál, hanem lelki változások is jellemzik. A témáról dr. Karni Zsuzsa pszichiáter és neurológust kérdeztük. Tudjuk, hogy az ember fejlődése során felnövekvése során különböző életciklusokon esik át. Az egyik ilyen meghatározó életciklus a kamaszkor, amikor szintén nagy hormonális változások zajlanak le az életünkben. A fiúknál ilyenkor jelennek meg a férfi nemi hormonok, és árasztják el a testet, nőknél pedig a női nemi hormonok jelennek meg, menstruáció jelentkezik, és a női nemi jellegek alakulnak ki szintén nagy hormonális változások zajlanak le a szülés és a terhesség szülés időszakában, erről most nem szeretnék bővebben beszélni. A klimaxnál az ellenkezője zajlik, mint kamaszkorban. A nőknél a női nemi hormonok, nevezetesen az ösztrogén szintje csökken, a férfiaknál pedig a férfi nemi hormon, a férfi jelleget meghatározó hormon, a tesztoszteron szintje csökken. Kicsit álljunk meg, Nézzük, mik azok a hormonok és mi a szerepük. A hormonok létfontosságú jelhordozó molekulák, hírvívők, hétköznapi nyelven postások az emberi szervezetben. Befolyásolni hivatottak a sejtjeink működését, ezáltal szabályozzák az életfolyamatokat. Hormonok nélkül nincs élő szervezet. A hormonok egyensúlytalansága a szervezet elégtelen működéséhez vezet. Tehát ha klimaxról beszélünk, akkor meg kell különböztetnünk női klimaxot és férfi klimaxot is. A női klimax azért markánsabb talán, és azért is kísérik jellemzőbb, jellegzetesebb pszichés tünetek, mert itt hirtelen áll le a hormonok működése, bár itt egyéni variációk előfordulhatnak, és ez a menstruáció elmaradásával nyilvánul meg, tehát ennek látható jele is van. A férfiaknál szépen fokozatosan csökken a tesztoszteron. Szintje. A férfiaknál is van változás, de nem ennyire látványos. Például ilyen a kopaszodás, ami mondjuk lehet látványos, akár látványos is, a hasra hízás, egy ilyen nőiesebb jellegű hízás, és hát a férfiaknál is a potenciának a bizonyos mértékű csökkenése, bár ez is nagy eltéréseket mutat. A változókon jelentőségét tekintve a nők esetében, a társadalmi elvárások folyamatos változásával újabb és újabb kihívást von maga után. Azt gondolom, hogy minden korban más nőnek lenni, ha most már csak az emancipált világról beszélünk, és csak pár tíz évvel e, tekintünk is vissza. E, láthatjuk, hogy a nők, e, manapság például a, a Serdülés, a menstruáció megjelenése, ez korán megjelenik, sőt, előre is tolódott, tehát még korábban megjelenik. Ugyanakkor a szülések, most nem mondok házasságkötést, mert ez nincs szoros összefüggésben a szülésekkel, egyre inkább elválik a kettő, a szülések pedig egyre későbbi időszakra tevődnek ki. Én még úgy tanultam az egyetemen, hogy aki 24 éves korán után szül, az idős szülőnek számít szülőnőnek számít. Manapság ritka, aki 30 éves kor alatt szül. Jellemző ez a tanulás kitolódására, a párkapcsolatok későbbi, későbbi kialakítására, az egzisztencia megteremtésének a fontosságára, a nők akkor vállalnak gyermeket, most már, hogyha biztos a munkahelyükön, a szakmájukban megtalálták a maguk helyét. Viszont a klimax ezzel nem tart lépést, mert a klimax az ugyanúgy az 50-es évek táján bekövetkezik. Tehát ez annyiban, és más jelent a klimax, hogy a mai 50-es nőknek már nem, hogy unokáik vannak, valamikor ez már az unokázós kor volt, hanem még otthon élő gyermekeik a nyugdíjkorhatár kitolódásával. Ugye 55 éves korban a nők nyugdíjba vonultak, ezt úgy valahogy együtt, egy, egy Egymásra hangolták a klimaxal is, és egy nyugalom időszak, nyugalmas időszak következett. Hát manapság egy 50-es elején Klimaxba lépő nőnek még bő 10 éve van nyugdíjig, ahol aktívan kellene dolgoznia. Tehát azt gondolom, nagyon -nagy, a, nagyon nagy a különbség, mert a munkahelyen egyrészt a teljesítményt kell ugyanolyat nyújtani, másrészt a külsőnkre, megjelenésünkre ugyanúgy kell fordítani, mint 30 éves korunkban. Tehát ez egy, ez egy dupla megterhelést jelent a nőknek. Mert a nők számára magában ez a fiziológiai változás is, hogy a menstruációjuk elmarad, úgy élik meg, hogy ők már nem nők, hogy, hogy elvesztették a női esélyüket ezáltal. És akkor kialakul egy ilyen kettős mérce, hogy ön, önmaga számára egy olyan nő, aki ezt, ezt, így értékeli, önmaga számára már egy mondjuk egy öregasszony, egy otthon ülő öregasszony, közben pedig a, a, társadalom, a munkahely pedig egy aktív nőt vár el. Az önértékelési probléma egyik a külső megváltozása. Fontos azonban megemlíteni, hogy sem orvosilag, sem pedig táplálkozástudományilag nem bizonyított tény, hogy a menopauza során végbe menő hormonális változások közvetlen és elválaszthatatlan összefüggésben állnának a testsúly és az alak megváltozásával. Ez lehet egész egyszerűen az életmód megváltozásának következménye is. Az időszakra jellemző, hogy gyakran járnak hangulati ingadozásokkal, sőt, akár depresszióval is. Erre egy külön diagnosztikus kategória is van, ez pedig a klimakteriális depresszió. Na most a depresszióról általában tudnunk kell, hogy az élet bármely szakaszában előfordulhat. Gyermekkori depresszió is van, időskori depresszió is van, ami nem egyenlő a klimaxban fellépő depresszióval. Tehát az élet szakaszunk során, bármikor fellépett depresszió, tudnunk kell, hogy a szomorúság nem egyenlő a depresszióval. Tehát egy, egy veszteség után, mondjuk egy, egy haláleset után, vagy egy munkahely elvesztése után kialakult ö, ö, rossz hangulat, ö, szomorúság, kedvetlenség, düh, ez nem nevezhető depressziónak. Depressziónak azt az állapotot nevezzük, amely hosszasan fennáll, tehát amíg egy gyász is lezajlik bizonyos meghatározott szakaszokon belül, addig a depresszió nem köthető életeseményekhez, és hosszasan fennáll. Persze, hogy csak a gyászra visszautaljak, egy gyász is átmehet depresszióba, amikor nem történik meg a, a gyász folyamat, a gyász munka, nem végzi el jól valaki magában, önmagában, nem engedi el a szeretetet. Holtat, akkor ez is beletorkolhat egy depresszióba. Na most a klimaxba felépő depresszióra az a jellemző tehát, hogy a hormonális változások alapozzák meg, tehát az ösztrogén szint hirtelen csökkenése. A neurohumorális rendszernek hívjuk ezt, amiben a, a, a belső elválasztású mirigyek, tehát az ösztrogén, játszanak szerepet, de ezek visszahatással vannak az idegrendszerre is. Az idegrendszerbe levő úgynevezett ezek hormonokra, idegrendszeri agyi hormonokra, amik valójában nem hormonok, hanem idegi ingerület átvivő anyagok, amik az ideg sejtek között, az idegpályában az információ továbbítást szolgálják. A hangulatnak, érzelemnek, szorongásnak, mindegyiknek megvan a maga pályája az idegrendszerben, és itt lép fel elégtelen működés bizonyos idegi ingerület átvivő anyagok, neurotranszmitterek területén. Kiemelt szerepet játszik ebben a szerotonin, ezt bizonyára nagyon sokan hallották már, ez egy, már ez egy közkeletű fogalom lett. A szerotonin a hangulatzavarokban egy kiemelt fontos ingerület átvivő anyag, és ennek a csökkenése, illetve a nem megfelelő pályákon való tartózkodása az, ami a depressziót okozza. Ez általában a depresszióra igaz. A klimaxban fellépő depressziónál annyiban különbözik, hogy ezt a hormonális változás indítja be. Ugyanígy lehet például az előbb már mondtam, hogy szülés után gyermekágyban, a baby blue, a gyermekágyi buskomorság, ez egy régóta, századok óta ismert fogalom, tehát ugyan ezen az alapon működik, de az általában hamar lezajlik. Nem így a klimakteriális depresszióknál, amelyek viszont Sajnos, ha ne, nem kezelt esetekben, tartósak lesznek és súlyosbodnak. Fontos, hogy idáig ne jussunk el. Legyünk tudatosak, figyeljünk magunkra, törődjünk magunkkal. Hogy mikor kell szakemberhez fordulni, a következő tünetekre kell figyelni. Orvoshoz akkor kell fordulni, hogyha a depresszió jellegzetes tüneteit észleljük magunkon, amik nem mindig annyira egyértelműek. Ilyen a legelső jelző tünet az az alvászavar szokott lenni. Tehát alvászavar esetén nem a nyugtatók és altatóknak a szomszédtól, barátnőtől, netán a körzeti orvostól való kapkodása a megoldás, hanem gondolkodjunk el akkor azon, hogy mi okozza ezt az alvás zavart. Nagyon jellemző a klimakteriális depresszióra az alvás zavar. Ilyen jelző lehet még az a reggeli nehéz fölkelés. Tehát ez biztos egy depresszió jelzője, mert az, hogy estére elfárad egy 50 felett lévő nő, aki aktívan dolgozik, és végzi a háztartást, meg, meg mindent, ez egy természetes dolog. De ha reggel már nagyon nehezen ébred, nagyon nehezen kell, nagyon nehéz elindítani a, a napot, ez megint egy erősen jelző tünet. Jelző tünet lehet a különböző, nagyon fontos, mert általában hozzám már úgy érkeznek a betegek, hogy van egy kiló papírjuk különböző szakvizsgálatokról, CT-től, Emerig, és mindenféle kellemetlen beavatkozással járó vizsgálatokig, mert a depresszióban nagyon, nagyon gyakran és változatos tünetek fordulnak elő, tehát fejfájás, szédülés. Ugye ez a kipirulás verejtékezés, ez típusosan a hormonális változásnak a, kísérő jelensége. De rossz pszichés állapotban ez is fokozottan jelentkezik. A, a súly növekedés, ez is egy jelzője lehet, vagy a hirtelen súlycsökkenés. Ez is lehet a depresszió jelzője. És hát ez már azt gondolom, ez a, nem a legvégső eset, de ez már, amikor már mindent kivizsgáltak, és minden negatív, na, klasszikusan akkor szokott pszicháterhez kerülni a, Beteg. Jobb, ha előbb gondolunk rá, és egyrészt nem terheljük az egészségügyet felesleges vizsgálatokkal, másrészt pedig hamarabb fogunk, minél hamarabb kezdünk egy depressziót gyógyítani, az annál hamarabb fog meggyógyulni. Nagyon súlyos esetben, ami már súrolhatja a kórházi kezelés szükségességét is, az a teljes ágyban fekvő állapot, amikor már a beteg ki sem kell az ágyból, az nem tisztálkodik e, saját higién, e, higiénéjét is elhanyagolja, nem táplálkozik, e, és egy, egy teljesen, teljesen, inaktív állapotba kerül. De hát ezt manapság már, már nem, nem szokták azért megvárni, sem a sem a páciensek, sem az orvosok, akik, akik a testi tünetek miatt vizsgálják a betegeket. Sokszor lehet tapasztalni, hogy a gyógyulás folyamata elhúzódó, vagy visszaesik a beteg. Ennek is különböző okai vannak. Hát azt gondolom, hogy nem csak a páciensek, az orvosok is követnek el hibákat. Tehát a nem megfelelően választott gyógyszer, például nyugtatókkal kezdik el gyógyszerelni a depressziós beteget. Most gondolhatjuk, hogy egy amúgy is inaktív, kedvetlen betegnek még nyugtatókat adunk, az még jobban bele fog süppedni a szó szerint az ágyba. Tehát nem, nem nyugtatókkal gyógyítjuk a depressziót, hanem szerekkel. az előbb említettem, hogy ez egy szerotonin hiányos állapot. Tehát olyan gyógyszerekkel gyógyítjuk, amelyek, amelyek a saját, ö, saját testünkben meglévő szerotonint a megfelelő idegi pályákra terelik. Tehát először is fontos a, a megfelelő gyógyszer, gyógyszernek a megválasztása. Most ezt a házi orvos is írhatja, de akkor nincsen rajta támogatás. És azért ezek a szerek, hát bizony olyan tízezer olyan forint, tigmennek támogatás nélkül pszichiáter szakorvos 90%-os támogatással írhatja. Hát ez nyilván jelentős pénzbeli különbség. Nem is szokták ezt házi orvosok vállalni, tehát ez mindenképpen pszichiáter kezelje a depressziót, én azt gondolom. A gyógyszerekről nagyon fontos az első alkalommal a beteg felvilágosítása, hogy ez nem egy nem egy olyan szer, mint egy fejfájás csillapító, hogy vagy egy nyugtató, hogy bekapom, és fél óra múlva hat, hanem ez egy olyan szer, aminek be kell épülni előbb az idegrendszerbe, és ez olyan körülbelül két hétre tehető. Tehát a betegnek ezt el kell mondani, mert egyébként elveszítjük a bizalmát, és elveszítjük az együttműködési készségét. Tehát ha tudja a beteg, hogy ő csak két hét múlva lesz ettől jobban, akkor ki fog tartani, és szedni fogja, és akkor azt fogja mondani, hogy fogom szedni a gyógyszert, mert igaza volt abban is, hogy két hét múlva hat csak a gyógyszer. Utána pedig hát fontos a beteggel rendszeres kapcsolatot tartani, mert, és időnként felelevenni, Níteni ezeket az ismereteket, hogy ezeket a szereket tartósan kell szedni. A tartós szedés az minimum fél évet jelent. De én nem szoktam fél év múlva egy klimaxban lévő depressziós. Tól fél év múlva nem szoktam elvenni a gyógyszert, hát minimum egy év, amíg szedni kell. Erre nem, meghatározott nemzetközi protokollok vannak, nem mindegy, hogy a betegnek ház, ez hányadik depressziós epizódja, hány éves a beteg, milyen a családi anamnézise, előfordult-e már a családjában is depresszió, ez mind meghatározza azt, hogy mennyi ideig kell szedni, de minden esetre itt hosszú távú kezelésre kell számítani, azt, hogy élete végéig én nem mondom, mert az tudomány mai fejlődése mellett nem lehet tudni, hogy melyik nap fedeznek fel olyan újabb szereket, amikor már nem lesz ez érvényes. De minden esetre ezt tudatosítani kell a betegben, hogy ez nem influenza, és egy hét alatt gyógyul, hanem ez egy, ez egy tartós. Én azt szoktam neki mond, mond, a betegeimnek mondani, hogy ez több éves program. A szakemberek minden betegség esetében nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Hogy mi a helyzet a depresszióval? Pszichiátriában kifejezett prevenciós programok, hát azt kell mondanom szomorúan, hogy nincsenek. Tehát ez egy, ez egy össznépegészségügyi probléma lenne. Magyarország a klimakteriális depressziót leszámítva is előkelő helyen vezet a depressziós, depressziós betegcsoportban, és az öngyilkosságokban is sajnos. Ezzel nem véletlenül párhuzamosan. Általában depressziós betegek lesznek. A be, de az öngyilkosság, a befejezett öngyilkosságok, tehát a halállal végződő öngyilkosságok 85%-át depressziós betegek követik el. Tehát ez egy nagyon magas, nagyon magas arány. Tehát erre kidolgozott ö, prevenció, prevenciós protokoll nincs. Ezek a, 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 például ez a műsor is, vagy a nőknek szóló lapokban megjelenő ö, cikkek is. Illetve hát jó könyvek is. Belső Nórától jelent most meg például két könyv pont a női pszichés problémákról. Ezek, és hát az interneten azt gondolom, hogy mindezek hozzáférhetők. Fontos, hogy, a, hogy, hogy a, az emberek, a nők önmagukatban is érdeklődjenek ezek után, a témák után. Keressenek rá ezekre a témákra. Vagy felvilágos szín... Felvilágosítás szintjén is fordulhatnak ö, szakemberhez. De erre ez olyan, olyan pénzt, olyan mennyiségű anyagi fedezetet igényelne, amit nem csak Magyarország nem tud felállítani, sokkal fejlettebb országok sem tudnak. A balti államok évtizedek óta küzdenek a depresszióval és az a magas öngyil, ö, ö, öngyilkossággal pedig önálló náluk nagyon fejlett az egészségügy, és, és államilag támogatott az egészségügy, és mégsem tudnak ezzel a problémával megbirkózni. Visszatérve magára a változókorra, ne hagyjuk ki a férfiakat sem, hiszen ez a korszak őket is érinti. Akár hiszik, akár nem. Azt gondolom, hogy a férfiak nagy része úgy gondolja, hogy nincs is férfi klimax, hogy ezt csak a nők találták ki. Ez alapozza meg a, a, a dolgot. Férfiakra jellemző ilyenkor a. nem akarok senkit megsérteni, de a, egy fiatalabb társnak a keresése sokkal inkább jellemző, mint a nőkre. A férfiak ilyenkor megpróbálnak úgy kitörni, hogy, hogy fiatalabb partnert keresnek kisgyerekük születik. Ez, ez számtalan ezt minden nap, minden nap látjuk. Tehát eleve más utakat keresnek. Aztán a férfiaknak még egy nagyon kézre álló dolog az alkohol. A férfiak, sokkal kevesebb férfi depressziós beteget kezelünk, mint női depressziós. Nők sokkal hamarabb fordulnak orvoshoz, a férfiak sokkal hamarabb nyúlnak italhoz. Ezzel nem azt mondom, hogy nincs a, a, nincsen nők között is, mert, mert van, a, akik akik depressziós tüneteik miatt isznak, de férfiaknál egyrészt elfogadottabb, másrészt, másrészt öngyógyító mechanizmussal. Ez sokkal egyszerűbb meginni egy-két fél decit, mint felkeresni egy pszichiátert. Csak nagy csapda van benne, mert az alkohol egy pillanatnyi megkönnyebbülést hoz, pillanatnyilag oldja a szorongást és emeli a hangulatot, de amint a hatással elmúlik, ez még fokozottan jelentkezik. Mármint a depressziós hangulat és a szorongás, alvás, zavar. Tehát, tehát van, van, különbség. Talán még annyi, hogy amíg a nőknél ez a változás, ez gyorsan, egy éles határvonalral zajlik le, addig a férfiaknál ez egy sokkal elhúzódóbb, lassabb, lassúbb folyamat. De hát egyéni különbségek vannak persze itt is az életkorokat illetően. A férfiak sokkal nehezebben fordulnak szakemberhez. A tapasztalatok szerint mindig erőteljesebb behatás szükséges. Hogy mik is ezek? Hát ugye a feleségük elhozza, ez az egyik, a leg, ez a legfontosabb. A másik pedig, hogyha valami olyan testi betegségük jelentkezik. Szomorú, tudjuk, hogy Magyarországon a vezető halálok azok a kardiovaszkuláris betegségek, és ezek pedig az 50 éves férfiak körében a leggyakoribbak. Na most, hogyha ha egy 55 éves férfit vagy egy 50-es 50, 50, 50 férfit ére egy, ére egy szívinfarktus. Tudjuk, hogy ma már ezt jól kezelik. Hát persze bele is lehet halni, de hát ma már ezt ezt kitűnően kezelik. A koszorú ereket tágítják. Tudjuk, hogy, hogy ilyen fel, katéteres, katéteres vizsgálattal a koszorús ereket tágítják. Na és akkor akkor, mikor a férfinak mondják, a kardiológus mondja, hogy bizony meg kellene nézni, hogy mi vezetett a, a szívinfarktushoz, milyen, milyen tényezők voltak, milyen stressz, vagy, vagy szorongás, vagy milyen, milyen családi, munkai, szociális tényezők előzték meg ezt az infarktust, na, ilyenkor jönnek még, még gyakran a férfiak, amikor kaptak egy, egy intő intőjelet. Íme néhány életvezetési tanács, nem csak a változókorban. Manapság azt mondja, hogy stresszmentes életet éljünk, ezt ezt nem lehet. Hát körülöttünk, körülöttünk zajlik az élet az ő problémáival. De próbáljuk meg magunkat vala, valami függetleníteni, lelkileg függetleníteni a külső behatásoktól. Tehát ne azt nézzük mindig, hogy felrobbant, felborult, megölték, leszúrták ne katasztrófa volt, pénzügyi válság van, tehát amit mi, azt gondolom, hogy amit mi magunk nem tudunk befolyásolni, azzal ne foglalkozzunk. Tehát azzal foglalkozzunk. ez nem azt jelenti, hogy szűküljünk be a magunk körére, de az általunk nem befolyásolható körülményekkel ne foglalkozzunk. Nagyon fontos védőfaktor például a társas kapcsolat. Tehát a jó családi légkör, a jó, jó társ kapcsolat, gyerekekkel való jó kapcsolat. Ez nagyon, ez nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy a társas kapcsolat, hogy nagy bulikat kell rendezni, hanem, hanem egy, egy, Egyenletes, egy egyenletes életvitelt kell folytatni. Én most nem akarom itt elmondani, hogy dohányzás, alkohol, helyes táplálkozás, persze, ezek mind benne vannak, és ezeket mind, mind meg kell tenni. És nagyon fontos, hogy elfogadjuk önmagunkat. Tehát tudjuk, hogy hol vannak a mi határaink, tudjuk, hogy mik az anyagi lehetőségeink, tudjuk, hogy, hogy mit tudunk magunknak megteremteni, és abban próbáljunk meg boldogulni. Nem csak ezek a katasztrófa hírek károsak. A tévéből áradnak a sorozatokba a luxusházak, Luxusautók, luxusjachtok, és az abban élő boldogtalan, bonyolult kapcsolatokban, szerelmekben és nem tudom mikben élő, élő emberek. És van, aki egész délutánokon át ezt nézi, és amikor az ő élete nem ilyen, akkor elégedetlenséget érez. De azt gondolom, hogy mindenki a saját reális világában próbálja megtalálni a boldogságát, hogy úgy mondjam. Einstein szerint élni annyi, mint megöregedni. Ennek azonban nem kell feltétlenül azt jelentenie, hogy le kell mondani a teljes értékű életről, hiszen tudják, nem csak a húsz éveseké a világ.